Itt piros, utána narancssárga, citromsárga, és ilyen színátmenetes. Vas Albert egyik meséinek világa ihlette meg Horváth Viktóriát, az egyik Bonyhádi általános iskola diákját. Idén is megszervezték Bonyhádon a Vas Albert születésének évfordulója alkalmából szervezett rajzversenyt. Az erdélyi író-költő elolvasott műveihez kapcsolódóan kellett elkészítsék rajzaikat a tanulók. Második osztályos kora óta jár grafikára a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium egyik tanulója. A rajzversenyre már konkrét elképzeléssel jött. Fák a sziklakattan, itt lesz a nap, itt még látszik a sötétség, amit a nap úgymond beborít, itt meg lesz majd a sziklás, és szóval az állatok állnak majd fönt. Az erdélyi író-költőt a Magyar Értékközpontú Irodalom egyik képviselőinek nevezte Szabó László, a Vas Albert törzsasztal egyik alapító tagja. Szerinte fontos, hogy a gyerekek már kisebb korukban is találkozzanak az író munkásságának hagyatékával, részletes tájleírásaival. Ezeket a meséket és mondákat Vas Albert tulajdonképpen a saját fiai számára írta. Ezeken keresztül próbálta őket bevezetni a természet világába, illetve hát a magyar mondakincs világába. Idén közel 150 alkotás közül válasszák ki a legjobbakat a zsűri tagjai. Az elkészült rajzok mindegyike megtekinthető lesz a szombati Vas Albert napon a helyi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban.